évvel ezelőtt sikerült kapcsolatba lépnem a hospice-szal, egy kolléganőm által, aki maga is átesett ezen a betegségen, de úgy néz ki, hogy sikeresen vett az akadályokat és kigyógyult, és ezen a csoportos találkozón hívta fel a figyelmemet arra, hogy vannak olyanok, akiknek nem biztos, hogy már sikerül ezt a betegséget legyőzni. Szeretném felhívni az önök figyelmét azoknak az embereknek, akik esetleg érintettek ebben a dologban, de azoknak legfőképp, akik még nem, vagy egyáltalán csak segíteni szeretnének ezeknek az embereknek, hogy támogassák a hospice-nak ezen munkáját. Az Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési program keretében sikerült pályázati forrásokat bevonnunk arra, hogy osztrák szakemberek irányítása, iránymutatása mellett megismerkedhessünk egy új, innovatív, palliatív és hospice-ellátási módszertannal. Szeretnénk az ausztriai rendszereket tanulmányozni, szeretnénk megismerni azt, hogy ők ezt a végső stádiumot hogy tudják méltósággal, emberséggel, tisztességgel megadni a betegnek, hogy tudják az elmúlás fájdalmát enyhíteni a hozzátartozóknak, mi ez a rendszer, amit ők kialakítottak. A modellkísérletben mi is átvennénk ezeket a gyakorlatokat, kialakítanánk egy ilyen ház építésének a lehetőségét. Mi is ez a hospice szellemiség, azt gondolom, ez egy nagyon fontos. Dr. Cicely Sanders, a modernkori hospice megalapítója, illetve a szellemiség terjesztője azt mondja, hogy ön az élete utolsó percig fontos nekünk. Nem csak abban teszünk meg mindent, hogy méltósággal halljon meg, hanem hogy élete végéig méltósággal tudjon élni. És a hospice mozgalmak, illetve a hospice szolgálatok tulajdonképpen ezeket a gondolatokat képviselik a betegellátásban. Szeretetre, odafigyelésre, érintésre, simogatásra és a tiszteletre az utolsó pillanatig szüksége van az embernek. És ezt maximálisan képes egy hospice tevékenység ellátási forma biztosítani. Óriási szükség van rá, hiszen az idős otthonokban minden törekvés ellenére sok-sok oka megvan annak, hogy ezt nem tudják megvalósítani ma még. Nyomaiban igen, és nagyon csak nyomaiban tudják megvalósítani a kórházba, ahol mindennaposan ott van, jelen van a halál, de nincs jelen a beteg ágy mellett. Látjuk a korlátainkat is, hogy ezen új terápiás módszerek ellenére vannak betegek, akiket nem tudunk meggyógyítani. Őket kezeljük, úgynevezett palliatív gyógyszeres kezeléseket alkalmazunk, vagy palliatív sugárterápiát alkalmazunk. Annak érdekében, hogy hosszabbítani tudjuk az ő életüket. Megfelelő életminőség mellett egy megfelelő terápiás hatást tudjunk elérni ezekkel a gyógyszeres kezelésekkel, sugárterápiával, biológiai terápiával, megfelelő általános állapot, megfelelő tápláltsági állapot mellett. Kórházi szinten itt az onkológián ez egy aktív osztály, tehát itt nem tudjuk hetekig itt ápolni a betegeket, és igazából lehetőség sincs arra mindig, hogy el tudjuk különíteni esetleg külön szobába, hogy a hozzátartozók ott tudjanak mellette lenni, tudják ápolni, esetleg otthoni körülményeket tudjanak teremteni egy kórházon belül. A hospice ház létrehozásának a gondolata az idős otthon vagy idős ellátáshoz bennem, ennek az osztrák-magyar határon átnyúló projektnek a kapcsán erősödött meg. Azt korábban is éreztem, hogy amit mi itt végzünk, az tulajdonképpen nem más, mint valóban hospice ellátás a tartalmát tekintve. Az onkológia sem tudja felvállalni ezeknek a betegeknek a hosszantartó kezelését, mert 30 szányon nagyon gyorsan pörögnek a betegek, és kell a hely. Az onkológia túlterhelt, és nem tudja igazán ezeket a még valami ápolás, segítséget, gondozást igénylő betegeket támogatni. Hospice ház, mint olyan, hiányzik Zalaegerszegen, nem csak az idős ellátás területén, hanem egyáltalán a betegellátásnak a területén. Munkánk során nagyon fontos szerepet töltünk be a betegek életében, és ezt azért is szeretném kihangsúlyozni, mert egy furcsa ellentétet látok a mindennapjainkban, mégpedig amikor a maga a daganatos betegség kiderül,
akkor egy nagyon komoly összefogás történik az egészségügyben, az onkológus, a sebész, a radiológus, a beteg házi orvosa, a környezete, a családok, barát és szomszéd, mindenki összefog azért, hogy bekövetkezzen egyfajta javulás, gyógyulás ebből a borzasztó betegségből. És amikor elérkezik az a pillanat, hogy már nem lehet meggyógyítani a beteget, és elindul egy hanyatlási folyamat, és egyre erősödik a betegség mindenféle tünete, panasza, problémája, akkor azt tapasztaljuk, hogy a beteg és a család egyedül marad. Egy egészségügyi szakellátás, és most kifejezetten csak ápolást értek alatta, tehát nem a kórházi ellátást akarjuk mi kiváltani, de egy hospice ellátás, amely szakápolást igényel, az egy idős otthonban jelenlegi körülmények között nem nyújtható. A 24 tanterem helyén most 20 fő hospice ellátottat, illetve beteget gondoznának, illetve 60 fő időset gondoznának, ami a két szinten helyezkedne el, egy ilyen középső feltárással, és tulajdonképpen olyan nagyon nem is különítenénk el a különféle ápolási formákat, hiszen terápiás jelleggel is valószínűleg hasznos tud lenni, hogyha ők egymás között mozognak. Egyébként is többször szembesültünk azzal, hogy kifejezetten onkológiai betegek kérték tőlünk, hogy segítsük őket abban az időszakban, akár amelyik az utolsó időszak, tehát amikor már elköszönnek, nem szeretnének egyedül meghalni, legtöbbször ezzel találkoztunk. Most úgy tűnik, hogy egy jó megoldást tudunk találni, hiszen a Kolpinggal együtt a korábban a Notre Dame mi asszonyuk rend által üzemeltetett öregek otthonát ebbe az épületbe átvisszük, és a nyugdíjas otthon mellett kialakítjuk azt a hospice házat, ami nagyon kell már a térségben, amire nagyon nagy szükség van, hiszen Magyarországon jól működő hospice-ra még kevés példa van. Az épület, amit most használni fogunk, az három hasonló blokkból áll össze, összesen 24 darab tantermet tartalmazott, illetve most is még tartalmaz. Ezeket mindegyiket összebontanánk, és a jelenleg ilyen harántirányú feltárás helyett egy ilyen hosszirányú folyosót hozunk létre az egész épületben. Nagyon fontos lehet, hogy van olyan intézmény, ahol biztonságban tudják szeretteiket, és folyamatosan bármikor látogathatják, segítenek, ott lehetnek vele, és ha kipihenték magukat, ismét haza tudjuk vinni, és folytathatjuk otthon az ellátást, hiszen azt látjuk, hogy a betegeink nagy része otthon szeretne a családi környezetben élni az utolsó pillanatig, a gyerekei, az unokái, a szerettei mellett, a saját kis környezetében szeretne elbúcsúzni az élet utolsó időszakában, és ha ezt megtehetjük, ezt a kívánságát feltétlenül meg kell tennünk, és teljesítenünk kell, még akkor is, hogyha a családoknak óriási áldozatot jelent. Tehát mindenképpen szükség van egy olyan létesítményre, egy olyan helyre, ahol a beteg megfelelő ellátást kap, gondoskodást kap, megfelelő szakmai irányítás, orvos szakmai irányítás és ápolás szakmai irányítás mellett tud lenni, élheti a hétköznapjait, elfogadva mindezt a gondoskodást és az ápolást. Ennek egyik módja lenne a hospice ház, amit én nagyon támogatok, és örülök ennek a kezdeményezésnek, mert azt gondolom, hogy egy hiányt töltene be az otthoni ápolás és a kórházi ápolás között. Az a tervünk, hogy több lépcsőben valósítjuk meg ennek a kialakuló intézménynek a fejlesztését. Ezen belül lenne egy demens részleg, azoknak az ellátottaknak a számára, akik napi ápolást, napi törődést igényelnek, és természetesen biztosítanánk a legnehezebb élethelyzetben lévők, az életük végén, a végső stádiumban lévő betegek számára a méltó eltávozás lehetőségét is. Ez lenne a hospice lehetősége ebben a házban. Tehát így három elemből egy nyugdíjas otthon, a nyugdíjas otthonon belül egy demens részleg és egy narcisz hospice ház kialakítása adná a teljes intézmény struktúráját.
A főbejárat áthelyezésével külső munkálatokat is kell végeznünk. Ugye a bejáratot ide helyeznénk át, itt a szintkülönbségek áthidalására egy rámpát építünk, ami a kerekesszékes megközelítésre, illetve a hordágyas közlekedésre is alkalmas lesz. Egy előtetőt építünk, és valamivel kellemesebbé alakítjuk át ezt a környezetet, hogy a megérkezés is már valamilyen szinten élmény legyen, amennyire egy hospice házban ez élményt jelenthet. A projekt tevékenységei keretében osztrák szakemberek magyarországi szakembereket képeztek ki multiplikátornak és mentornak, akik képessé váltak arra, hogy az általuk kidolgozott palliatív és hospice szemléletű módszertant 12 hónapos szervezetfejlesztési folyamat keretében két zalaegerszegi idős otthon dolgozóinak átadják. Az igényeire figyelünk, a szükségleteire, ami testileg, lelkileg jelen vannak. Sokszor csak testi jelekből tudunk következtetni ezekre a szükségletekre, de hogy a szakember legyen ezekre nyitott és értő, hogy tudja megadni azt, ami az emberi méltóság megőrzéséhez szükséges, tudja megadni azt, ami elviselhetővé teszi sokszor az elviselhetetlennek tűnő fájdalmat is, és hogy egy hospice házba mindezt meg tudják tenni, mert van hozzá kellő szakértelem, van hozzá kellő viszonyulási mód, és hogy nagyon fontos, hogy a szakemberek ebben fejlődjenek sokat. És volt egy film, az utolsó Hegycsúcs című film, és ebben volt egy olyan részlet, amikor a Pablo atya, mielőtt fölment volna a hegyre, ahol meghalt, tartott egy lelki gyakorlatot nővéreknek, és ott pont a halálról beszélt, és azt mondta, hogy ami igazán lényeges, az a halálunk után kezdődik. És hogyha abba belegondolunk, hogy a földi életünk mondjuk 70-80 év ma, vagy lehet akár 100 is, de a mennyországban pedig egy örökké valóságon át leszünk, ezt el se tudjuk képzelni. Egy örökké valóságon át a jó Istennel, a szeretetben, és minden erre készülünk itt a földön. Tehát, hogyha így nézzük, hogy a lényeg ezután kezdődik, hogy ahogy mondta, hogy valami véget ér, de kinyílik egy kapu a mennyországra. Ha ilyen szemmel nézik, és tudjuk úgy elengedni a betegeinket, hogy a jó Istenhez mennek, akkor ez fáj, fájdalmas, de ott van a remény. Már több mint 10 éve dolgozom ezen a területen, és egyre komolyabb rálátásom van, különösen, hogy az utóbbi időben több projektnek a kapcsán még felméréseket is végeztünk, és mind azt támasztja alá, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy létrejöjjön egy ilyen ház, ahol mind az időseinknek segíthetnek a palliatív team szakemberei, mind a hospice háznak segíthet az a lelkület, az a hozzáállás, amivel mi próbáljuk a saját lakóinkat, betegeinket ápolni. Úgyhogy nagyon-nagyon örülnék, hogyha ez az intézmény megvalósulhatna. Egy személyes tapasztalat a hospice munkásságához. Édesanyám utolsó napján még volt szerencsém elköszönni tőle, viszont este már egy fellépésem volt, és előtte pár órával tudtam meg, hogy végleg elköszönt az élők sorából, és édesapám kérdezte, hogy fogom bírni az estét. És én azt mondtam, hogy ezt csak is úgy fogom tudni, hogy minden dalt neki fogok énekelni, és neki játszom. Mindig azt mondom, hogy nem szabad akságoskodni, mert fedél nélkül nem marad senki. Egy rövid idézettel szeretnék önöktől elköszönni. Pál Ferencnek szavait használnám. Elengedni valakit vagy békében lehet, vagy sehogy.